Ha esetleg voltatok itt a ke a sátor túloldalán, a gyönyörű oázisunkban, akkor ez Sírkó Zoltánnak köszönhető és csapatának, úgyhogy ha még nem, akkor utána nézzétek meg, és valószínűleg erről fog beszélni, hogyan lehet oázisokat létesíteni a Beton-tengerben és máshol. Valami ilyesmi, ugye? Igen, szigorúan ilyesmi, mert ugye megkaptam több oldalról, hogy ne nagyon keveredjek bele a táji témákba. Azzal együtt, hogy egyébként Balogh Péter tanítványnak tartom magamat. Néhány évtizede már így haverkodunk egymással, és meg Ángyán tanítvány is vagyok, és nem jó? Hát gyere közelebb! Tehát, hogy Ángyán tanítványnak is tartom magam, és ugye Ángyán professzor úr mondta, hogy város és vidéke. Tehát, hogy úgy tudok én a városról, városökológiáról, városkertészetről, egyebekről beszélni, hogy mindenképpen a tájból, illetve az előző előadásokból vezetném le a témát, illetve az összekötését a témának, hiszen én Hódmezővásárhelyi vagyok, és ugye Péternek a szavai körülbelül 20 évvel ezelőtt ugye ilyen termékeny talajra találtak, hiszen Hódmezővásárhely a vizek városa volt Hajdanán, tehát kevesen tudják, hogy 80 állandó vízű tava volt a városnak, és ebből egy volt a Hódtó, ami Holdalakba körbevette a várost. Ugyanúgy, ahogy itt az előző előadásokban elhangzott, hogy áramlása volt a Hódtónak, tehát hogy nem egy posványos szúnyoggal teli vízrendszer volt, hanem egy komoly áramlása volt a Hódtóvizének. Rátettük a csónakot a vízhátára, akkor Gyuláig lehetett ugyanúgy elcsónakázni, illetve a Máramarosból beúsztatták a városba a faanyagot és a sót, és ott vették le a város közepén ezeket a terményeket, szétbontották a tutajokat, és abból épültek a nagypolgári házak tetőszerkezetei. Úgyhogy mindenféleképpen, ha városökológiáról és városkertészkedésről, meg városklímajavításról beszélünk, akkor a tájból kell levezetnünk a rendszert, illetve a hálózatokból. Tehát hogy ugyanúgy, ahogy itt a Péter előadásában megvolt, hogy azért nézzük már meg a domborzatot, nézzük már meg, hogy melyik tájegységen járunk, melyik tájegységen javítjuk meg éppen a várost, hogy Pusztaszeren vagyunk-e, vagy Hódmezővásárhelyen, vagy Kőszegen, az adott, tehát a domborzati adottságokból induljunk ki. És ami nagyon fontos, hogy induljunk ki a növényföldrajzból, mert a domborzati és természeti adottságok, idegen szóval az abiotikus tényezők nagy mértékben meghatározzák azt a készletet, azt az ökológiai készletet, amivel mondjuk egy ilyen városépítésnél, vagy városzöldítésnél gazdálkodhatunk. És hát ezekkel az ökológiai elemekkel szükséges is gazdálkodni, de lehet, hogy el is kezdem a PPT-t. Itt jegyezném meg, hogy nem önálló munka. Magyar Kitti kolléganőm segített, nagyon kényelmes helyzetben vagyok, mert rengeteget szoktam szenvedni az ilyen diák összerendezgetésével. Jó sok munkánk, ilyen városökológiai munkánk van, referenciánk. Ezeket úgy több-kevesebb sikerrel fotózgatjuk is, nyilván nem olyan profi módon, mint Bence, hogy próbáljuk megörökíteni leginkább a folyamatokat, de hogy nagyon nehezemre esik egy-egy ilyen előadásra összepakolászni a diákat, úgyhogy most ebben hatékony segítséget kaptam. Néhány szó a cégünkről, tehát ezt megint csak visszautalnék ugye a Péter előadására, hogy itt a ok-okozati viszony van, tehát hogy úgy ráeszméltünk a problémára, próbáltunk gyakorlati megoldásokat találni, tehát ugye itt élén kapcsolatban vagyunk okos emberekkel, ökológusokkal, geográfusokkal, földrajzkutatókkal, a Szegedi Tudományegyetemről a Gulyás Ági nevét említeném, akivel tényleg ilyen nagyon szorosan együttműködünk. Viszont a mi dolgunk az, hogy gyakorlati szakemberként ezeket valahogy beépítsük a mindennapokba, a gyakorlatba, és hogy ezt úgymond lehozzuk a földre. És ezt tehát ebből a tudásból, meg ezekből a fölismerésekből
lett a cég. Tehát, hogy addig is foglalkoztunk kertépítéssel, tehát, hogy megbíztak bennünket különböző megrendelők, hogy itt gurítsunk le egy gyepszőnyeget, oda meg ültessünk egy tujasort. Nem volt annyira izgalmas feladat, viszont sokkal komplexebb, meg izgalmasabb feladat az, hogy az adott tájegységnek megfelelő zöldfeletet hozzuk létre, minél és a leginkább odaillő ökológiai együttest vagy ökoszisztémát teremtsük meg a kertekbe. Ez egy jóval nagyobb szakmai és tehát szakmai kihívás. Erre épült egy cég, most nem különösebben akarom reklámozni a cégemet, itt a Molinókon azért előfordul a cégünk, két cégünk is van, mind a kettő neve szerepel. Itt felsoroljuk, hogy körülbelül mivel foglalkozunk. Ez egy budapesti projektnek a képe, ahol a Homoktövis Parkban a Vadvirágos Újpest program keretében egy ilyen egyébként nagyon nagy domborzati különbség van. Ez egy holt medernek a partján éppen kivitelezünk egy ilyen évelő beültetést. Egyébként a Vadvirágos Újpest keretében ilyen tizen nagyságrendben készítettünk el ilyen ökológikus parkokat, és jó néhány ezer négyzetméter, meg aztán ugyanezen a nyomvonalon elindulva már azóta is több ilyen irányú munka zajlott le a kerületbe. A kerület gyakorlatilag az ászlajára tűzte ezeket a városzöldítő megoldásokat, aminek mi egyébként nagyon örülünk. Megint visszautalnék Péterre, tehát nem jó irányba járunk. Amikor én végeztem a kertészetén, akkor ugye még az volt a mondás, hogy a május és a szeptember a legoptimálisabb a vetett fűnek az elvetésére. Hát elég rosszul járnánk, hogyha májusi esőkre várnánk, hogy ki kell lesz az elvetett fűmagot. Jellemzően úgy változott meg ez alatt a 20 közel már 30 év alatt, amióta én ezzel a kertész szakmával foglalkozok, hogy nyári időszakban már teljesen elfelejtjük a fűvetést. A gyepszőnyeges technológiákkal tudunk csak normális gyepfelületet elérni, és szeptemberben se vetünk fűmagot, hanem egészen október végére, november elejére is nem nagyon lövünk mellé, hogyha november elején vetjük el a fűmagot. Akkor talán van annyi csapadék, hogy természetes úton ki tud kelni. Egyébként vajmi kevés esélye van a sztorinak, ugye, hogy azt figyeltük meg ez alatt az X év alatt, hogy a csapadék mennyisége, ez egy ilyen tézis mondat is, hogy nem változott, viszont az időbeli eloszlása rendkívül hektikussá vált. Teljesen kiszámíthatatlan. Én azt szoktam mondani, a Dél-Alföldön mindig megvan a 4 hónap asszály, általában az ideje változik. Tehát van, amikor ez őszre, térre esik, van, amikor koratavaszra. Most például érdeklődés hiányában áprilistől, vagy hogy is, januártól májusig elmaradt az eső a mi régiónkban. Tehát ugye mindenki példálózik a 2022-es évvel. Nálunk a 22-es is extrém asszály volt, Hódmezővásárhely környékére, Tiszántúlról beszélek. 23 is, és az ideiről meg ne is beszéljünk, tehát szerintem ez itt sokkal rosszabb állapotok vannak, mint 2022-ben. Városokban hogyan jelentkeznek ezek a kedvezőtlen folyamatok, városi hősziget hatás, extrém körülmények, tehát a város erre a drasztikusan változó körülményekre még rátesz egy lapáttal, adottság az agyontaposott, teljesen leromlott talajállapot, élet nélküli talajok. Mindig teszek utalásokat azért, mert arról nem beszéltem, hogy a kertészkedésen kívül 30 hektáron biogazdálkodunk is a Kéktói öblözetbe, és ez megint csak egy ilyen szerves kapcsolata a táj és a város között. Ugyanaz a baj a szántóföldeken is, mint a városi talajokon, hogy azt gondoljuk, hogy egyébként van egy jó talajadottságunk, mondjuk van 40 aranykoronás földünk, aztán amikor elkezdjük komolyabban vizsgálni, akkor rájövünk, hogy igen, régen 40 aranykoronás volt az a föld, jelen pillanatban viszont teljesen élet nélküli közeg, és a műtrágyázás, meg a forgatás, meg a közel 60-80 év nagyüzemi gazdálkodás, az teljesen tönkretette a talajszerkezetet, kioffolta belőle a talajéletet, és lassacskán, ami ugye tegnapi előadásokban elhangzott, hogy körülbelül 60 aratás van még a világból hátra, szerintem ez egyáltalán nem túlzás. A városokban is hasonló körülményeket találkozhatunk, hogyha most itt az emlékpark területén
szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy, hogy itt is ezt mondom én egy lepusztult talajnak. Agyon van taposva, sok látogató ugye jól letömöríti a talajt, a kiszáradás az eltünteti belőle az életet, illetve vagy ilyen spórállapotba, tehát betokozódnak a talaj élőlények, és várják a jobb időt. Ugyanez ezekkel a körülményekkel találkozunk a parkokba is, és azért vagyok egy kicsit optimistább, mint itt az előttem szóló előadók, mert hogy majd meg fogom tudni mutatni akár az előadásban, vagy képeken, vagy egy kicsit interaktívvá tesszük majd a történetet, hogy körülbelül a rendelkezésemre álló idő felénél kisétálunk ide ebbe az emlegetett ilyen kis installációhoz, és akkor ott a gyakorlatban növényekkel is megmutatnám, amiről beszélek, egy kicsit ilyen élővé téve ezzel az előadást, meg tudjuk javítani ezeket a körülményeket. Tehát én azért vagyok itt, azért választottak engem előadónak, nem csak azért, mert régóta ismerem az előttem szólókat, hanem azért is, mert városi körülmények között kicsiben néhány ezer négyzetméteren én meg tudom mutatni, hogy akármilyen extrém körülmények vannak, az életet újra be tudjuk hozni, aktivizálni tudjuk a talajéletet, és hogyha aktív a talajélet, akkor tudunk egy olyan biodiverz növénytársulást életbe tartani a városba, ami nagy mértékben javítja a városi létnek a feltételeit. De most még a probléma felvetésnél tartunk, tehát hogy a biodiverzitás teljes hiánya. Tehát ugyanolyan monokultúrák vannak a városokban, mint amilyen monokultúrák vannak a városon kívül a nagyüzemi mezőgazdasági területeken is. David Attenborough-nak a szintén hasonló tematikájú volt az életműfilmje, hogy egy nagyon borús képet festett az 50-es évektől a 2020-as évekig, azt hiszem 20 környékén jelent meg a film, 91 néhány éves korában Attenborough-nak, és nem akart nagyon negatív végszót, és azt mondta, hogy egyébként meg lehet javítani a tájat, meg lehet javítani, amit elrontottunk, pontosan fordítva kell csinálni, mint ahogy elrontottuk. Tehát a biodiverzitás pusztítása, meg likvidálása helyett a biodiverzitás megteremtését kell célul kitűzni. Leon főkertészének is az volt az Ars Poetikája, néhány évvel ezelőtt itt volt Budapesten, hogy minden olyan városi felületet, ahol egyéb funkció nincsen, tehát éppen nem akarjuk beépíteni, vagy nincs rajta a szilárd burkolatú út, azt biodiverz életközösségekkel kell belakni, ezeket hálózatba kell rendezni, és ezek fogják gyakorlatilag élhetőbbé tenni a városi klímát. Ha van víz, az is baj, ha nincs, az is baj, erre már mindjárt lesz egy hódmezővásári példa néhány hónappal, vagy egy másfél hónappal ezelőtti kép, és illetve, hogy még egy probléma, hogy az ember és környezet, az teljes mértékben elvált egymástól, ugye Péter itt sokat beszélt erről a falanszter világról, tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút élő dolog, tehát, hogy én nagyon sok olyan értetlenséggel találkozok, ami abból adódik, hogy teljes mértékben elváltak az emberek, vagy elkülönültek az őket körülvevő természeti környezet. Látszik ez a vízhez való hozzáállás, látszik ez a rovarokhoz való hozzáállás. Tehát azt gondoljuk, hogy mondjuk egy ilyen kémiai szúnyoggyérítés, ami katasztrófa védelem hatáskörébe tartozik, tehát ezt én meg tudom ítélni, hiszen majd itt a későbbiekben lesz szó egy ilyen Rotary sétányról, ami azért hívjuk így, mert a Rotary Klub finanszírozta. Nulláról 60 nappali lepkefaj jelent meg a területen, és megfigyeltük, hogy viszont a kémiai szúnyoggyérítés után drasztikusan lecsökkent a rovarvilágnak az intenzitása. Tehát a 60 nappali lepkefaj azért érdekes, mert azok nagyon látványosak, mert szép nagy nappali pillangók voltak, meg lepkék. De ezen kívül töménytelen darásféle, fürkészek, óriás törös darazsak, törös darázsnak azt hiszem 9 haja van Magyarországon, ebből 6-7 ott volt a területen. Nagyon, nagyon nagy mozgás volt, és ahogy bejelent pedig, külön kértem és ígéretet is kaptam, legalább a földi egységek kerüljék el a Rotary sétány területét, de ennek ellenére valószínűleg a légiírtásban nem tettek elég nagy kanyart, és teljesen eltüntették általam oda csalogatott élővilágot. Itt néhány kép van, ez egy ilyen képkontraszt. A
két fotó ugyanabba a negyed órába készült. Érdeklődés hiányában ugye elmondtam, hogy januártól májusig nem nagyon esett eső Vásárhelyen. Erre föl május végén vagy június elején volt egy eső, amikor meg lejött fél óra alatt 4 havi mennyiség. Ezt az állapotot eredményezte, ez a mi egyik ilyen biodiverz ágyásunk, vízáteresztő macskakő burkolattal, ez azt jelenti, hogy szárazon rakó technikával, technológiával van építve, tehát nem szigetelünk alá, tehát ez a burkolat be tudja szivárogtatni a vizet a talajba. Szembe ezzel a másik kis parkkal, ami viszont minden pont az ellen, tehát a számegyenes másik oldalán van. Vízzáró burkolatokat alkalmaztak, jól letömörítették a talajt, és a lezúduló 40 mm eső gyakorlatilag ott lehet látni a padnak az ülőke szintjét, tehát egy 40 cm-es vízoszlopot eredményezett a parkon, összeszedte az összes takaró fenyőkérget, összeszedte, illetve megfojtotta a gyepszőnyeget, és havária helyzetet okozott szemben mondjuk ezzel az ökológikus parkkal, ami meg köszönte szépen, nagyon megelégedett ezzel a 40 mm esővel, szépen beszivárgott a talajba, és hetekig gazdálkodott belőle az odaültetett növényzet. Tehát úgy a későbbi aszályos periódusban úgy öntöztük, hogy az egyszer lehullott csapadékot nem hagytuk elpárologni. Zöld feletek funkciói, tehát hogy ez a holisztikus szemlélet, hogy ez most már azért hál' Istennek kezd terjedni, tehát hogy egy zöld felet, annak nem csak esztétikai funkciói vannak, hanem ez egy rekreációs tér, helyet biztosít a városi zöldjavaknak, hívhatnánk komposztnak is, de ez egy új megközelítése ennek a történetnek, zöldjavaknak hívjuk. Itt a kint majd meg fogom tudni mutatni, hogy a vízkörforgást, illetve a szerves anyagkörforgást segítjük elő a városokba. Van egy körülbelül 20 éven Magyarországon lévő mozgalom, a Green City mozgalom, aminek szintén ez a hármassága jelmondata, a vízkörforgás, a tápanyagkörforgás és a biodiverzitás elősegítése. Fokozza a biológiai sokféleséget, tehát erről már beszéltem, hogy az egyik funkciója, hogy Svájcban például abszolút gyakorlat, hogy a városokba csinálnak természetvédelmet. Azt gondoljuk Svájcról, hogy ez egy végtelenül zöld ország. Igen, fönt a havasokban, meg a 2000 méter fölött ott tényleg nagyon biodiverz a táj, viszont a Rajna völgy az monokultúrás fűtermő vidék. Egy nemű, egyféle füvet termesztenek, lekaszálják, évente vagy 10-szer becsomagolják, és azzal ellátják az intenzíven tartott marha állományukat, és a városi természetvédelem nagyon sok fajt ott menekítenek át az utókorra. Nagyon magas szintű a GDP-nek, vagy a város infrastruktúrájának kialakítása, nagy százalékát költik a zöld infrastruktúra kialakítására, és ez is az egyik funkciója a városi zöldnek. Ugye Péter után szabadon nem csak a széndioxid fűti a rendszert, hanem a víz hűti. Tehát ezek a városi zöld felületek nagyon jó, ha szintezett, ezt is majd kint az installációnál meg tudom mutatni, hogy a kontinentális erdő is hajdanán 3 lombkorona szintből állt. Ezt mindig azt tanuljuk, hogy a biológiai könyvekben csak a trópusi esőerdő szintezett. Hát nem, a mérsékelt övi erdők is szintezettek voltak, felső, középső, alsó lombkorona szintezeknek, mindegyiknek megvan a jó néhány fafajuk, tájegységre jellemző fafajuk. Cserjeszint, évelők szintje, gyepszint, mohaszint, és ameddig ezen keresztül fűzi magát az eső, tehát a lehulló csapadék intenzitását töri meg gyakorlatilag ez a szintezett növény társulás, szinte nulla mozgási energiával éri el a talajfelszínt, be tud szivárogni a talajba, mint ahogy Péter is említette, a talaj a legjobb szövetségesünk a víz tárolásába, 1 g humusz 50 g vizet tud megkötni, ezt meg országprofesszor úr mondta, és beszivárogtatjuk a talajba, ezekkel a biodiverz növénytársulásokkal felszívatjuk, és visszapárologtatjuk a rendszerbe. Tehát a városi zöldfelületek természetes légkondicionálóként működnek, ha ezek még ráadásul hálózatban is vannak rendeződve, akkor még jobban jártunk, tehát ezeket a hálózatokat. Én nagyon sok helyre ajánlgatom magamat, hogy tehát meg vagyok róla győződve, hogy mondjuk 3000 valahány száz önkormányzat van Magyarországon,
és biztos, hogy nem mindenütt idióták a városvezetők. Tehát, hogy tőlem lehet akármilyen kicsi település, ha valahol megértik ezeket a gondolatokat, akkor forduljanak hozzánk bizalommal, kint vannak a szórólapok, tehát, hogy lehet vinni belőle, és hogyha kialakítjuk ezeket a hálózatokat, akkor egyszerűen élhetőbbé válik a városi környezet, és nagyon sokat javítottunk az életfeltételeinken. Javítja a városklímát, mint ahogy elmondtam, a városi biomassa felveszi és tárolja a helyben lehulló csapadékot, azt hiszem, hogy ezt az előbb elég jól kibontottam. Nagyjából elmondtam a szivacsváros koncepciót is, tehát, hogy találó a név, tehát, hogy a televényes talajszerkezetnek a kialakulását segítem elő. Azt szoktam mondani, hogy a házépítésnél az alapozás az első munkafolyamat, a kertépítésnél pedig a talaj megfelelő előkészítése. Hogyan készítjük elő megfelelően a talajt? Úgy, hogy föllazítjuk először is, ehhez mindenféle trükköt, eszközt bevetünk. Általában egyébként egy ilyen kis mini kotróval szoktuk megmozgatni a talajfelszínt. Hogyha nagyobb beavatkozások vannak, akkor nyilván nagyobb gépekkel. Van egy újfajta eljárás, egy ilyen pneumatikus talajlazító eljárás. Sűrített levegőt nyomnak bele ilyen kis csöveken a talajba, és utána ezeket berobbantják. És ez tehát a letömődött talajrétegeket abszolút így megrepeszti, és alkalmassá válik a talaj a vízbefogadására. Nagy trükk, hogy a városi zöldjavakat, vagy lánykori nevén a komposztot visszaforgatjuk. A szubszidialitás elve alapján ott oldjuk meg a problémát, ahol keletkezett, tehát ugye nem visszük el a lombot méregdrága gázolajjal a komposzttelepre, hanem a egyre jobban meghonosodó irányzat, hogy a városi parkokba forgatjuk vissza szállítás nélkül, ezzel egyébként kikerüljük a hulladéktörvényt is, mert ha nem rakjuk autóra a zöld hulladékot, akkor nem vonatkozik rá a hulladéktörvény. Tehát a parkon belül lekomposztáljuk, vagy legalábbis összegyűjtjük a zöldjavakat, és tavaszi időszakban pedig visszarakjuk a cserjék alá, ezáltal elősegítjük ennek a televényes talajszerkezetnek a fölépülését, kialakítását. A komposzt egyébként a világ csodája, tehát alapvetően az a funkciója, hogy felszaporodik benne a talaj, vagy az élővilág, a mikroélővilág, amit nem látunk. Ugye több előadás szólt itt a elmúlt nap is, meg a mai nap is a mikrobiomról, ugyanúgy, ahogy a beleinkben van mikrobiom, ugyanúgy a talajban lévő mikrobiom is az élet körforgásának az alapvető része, és talán a legfontosabb része. A baktériumok, sugárgombák, magasabb rendű gombák, micéliumai, ezeket nem nagyon látjuk, de mégis végtelen fontos funkciót töltenek el. Ezek alakítják ki a televényes talajszerkezetet, és ezek teszik lehetővé, hogy a ráültetett magasabb rendű életközösségek megmaradjanak, és egyébként a tegnapi előadásokból kivilágott, ugye a Vitka talajkutató hölgynek az előadásából, hogy a jó gazdag talajból be tud menni a növényekbe, mondjuk a haszonnövényekbe is, és onnan tudja fölvenni az emberi szervezet is ezeket a számára nélkülözhetetlen összetevőket, úgyhogy megint csak túlmutat a park meg a talajjavítás önmagán, tehát ez egy nagyon fontos lépés a történetnek, tehát föllazítjuk a talajt, szerves anyaggal ellátjuk, beoltjuk az életet komposzt formájába, beültetjük a rendkívül változatos növénytársulásokat, random, tehát nem nagyon csinálunk sorokat, oszlopokat, hanem lehetőleg a különböző fajokat ilyen teljesen ütletszerűen a természethez hasonlóan egymás mellé ültetjük, és ezáltal tehát elfoglaljuk a biológiai fülkét olyan növényekkel, amiket ott akarunk látni, és ezt a beültetést aztán letakarjuk. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy én úgy öntözök, hogy nem hagyom elpárologni a beszivárgott vizet. Ezzel egy 30-40%-os víz takarékosságot vagy víz megtakarítást tudunk elérni. Egyébként, és tehát ezt úgy mondták a kutatók, mondták az egyetemi előadók, akik ezzel foglalkoznak, mi meg kipróbáltuk a gyakorlatba, és jelentem, hogy működik, és aztán csak egy költői kérdést teszek föl, hogy ez miért nem működne családi gazdaság szintjén, tehát hogyha én ezt néhány tízezer négyzetméteren meg tudom csinálni mondjuk városi körülmények között, és meg tudom, mert erre vannak példák, meg referenciáim,
akkor meg tudnám csinálni egy következő léptékben a családi gazdaságom 30 hektáros szintjén, és mintát tudnék mutatni arra, hogy akár 1000 hektáros gazdaságok szintjén is megcsináljuk, és nagyon optimista vagyok, mert januárban voltam egy regeneratív mezőgazdasági konferencián Jakabszálláson, ami megmondom őszintén nagyon tetszett, nagyon jó szervezett és nagyon magas szakmai színvonalú konferencia volt, és szöget ütött a fejembe, hogy több 1000 hektáros gazda is látszott, hogy azért hatnak ezek a gondolatok, és kezdi átállítani a paradigmát a fejébe, hogy akkor mégiscsak másképp kellene válni a talajokkal, barátságosabban kéne bánnunk a vizeinkkel, és hát mondom, akkor az önkormányzatok egy kicsit forráshiányosak, és akkor gondoltam, hogy viszont az 1000 hektáros gazdáknál meg lehet, hogy lehetne keresni, és most két projektünk is van, ami fut, ahol ezeket itt is volt tegnap az egyik kedves megrendelőnk, nagyon elégedett volt az installációnkkal, és további együttműködés reményébe veregette a vállunkat, és ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, mert hogy így a... Azt szoktam mondani, hogy a saját hajunknál fogva a saját magunk húzzuk ki mocsárból, tehát generáltam magamnak egy munkát. A Szivacs... Térjek vissza a Szivacsváros pontra, igen. Tehát, hogy biodiverz növénytársulásot, erről beszéltem. Mik ezek az olyan területek, aminek nincs funkciója? Körforgalmak, sávelválasztók, rézsők, extrém meredek részek, homlokzatok, vertikális kertek, tetőkertek. Tehát, hogyha egy tetőkerten növényzetet rakunk, akkor egyrészt szintén pufferolja a víznek az energiáit, beszivárogtatja, lassítja a lefolyását, még ha extenzív zöldtető akkor is. Van extenzív, meg intenzív. Az intenzív az úgy néz ki a tetőn, mint egy igazi kert, az extenzív meg ilyen nagyon extrém szárazságtűrő növények, de mégis nagyon hasznos, hogyha ilyenek vannak a ház tetején. Ezek a sávot, én Szegeden főkertészkedtem egy ideig, volt egy titkárnőm, de soha nem az én dolgaimmal foglalkozott, mert jellemzően az volt a feladata, hogy a damilos kaszával kilövöldözték a kollégák az a jobbról-balról lassan a dugóba araszoló kocsiknak az ablakán, és ilyen hosszú sorbaállás volt mi megcsináltunk egy néhány ilyen sávelválasztott körforgalmat. Az embereinknek nem kellett, elég veszélyes munkakör volt, mert ott, hogyha véletlen nem volt dugó, akkor viszont jó gyorsan mentek az autók, és veszélyes ilyen körülmények között kaszálni, és lecsökkent az üvegkár, tehát drasztikusan, mert itt évente kétszer kell beavatkozni, az évelő növényeket virágzás után egyszer valamikor nyár folyamán vissza kell vágni. Úgyhogy ezeket hívjuk mi ilyen olyan felületeknek, aminek nincs más funkciója. A körforgalmakban például gyönyörűen lehet biodiverz társulásokat életbe tartani. Vízáteresztő burkolatok, erről is beszéltem már, a hálózatok, a fa cserje, évelő gomba, baktérium kapcsolatoknak az erősegítése, illetve erre épülnek az állati szervezetek, meg a később az ember. Tehát körülbelül erről beszélek, ez egy hódmezővásárhelyi körforgalom, megint fölírtam az alapfogalmakat, biodiverzitás föld felett és föld alatt, vízmenedzsment, talajmenedzsment, ez a legnagyobb nyári kánikula idején is így néz ki, és hát talán most azért megviselte ez az utóbbi napok 40 fokat, ez egy ilyen április végi, május elejé kép, de egyébként élnek benne a növények, és zéró öntözés, tehát hogy ez gyakorlatilag annyi vizet kap, amennyit a természet adagol neki. Sávelválasztók, ez ugyanott egy ilyen sávelválasztó beültetés. Körforgalom egy másik nézőpontból. Rotari sétány, Hősök tere, ez gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy a rotari sétány két üteme, de a másik a Hősök tere, ez Hódmezővásárhelyen van. Most Hősök terének hívják, Hajdanán haltérnek hívták, azért mert a Máramarosból kikötő hajók itt érték el a város peremének. Hol van Péter? Elment. Az alluviumnak a határát, jól mondom? Tehát odáig még ártér volt, és akkor ott a képeken látszódott a kőfal. Bocsánat, akkor megint tudtam, hogy rosszul használom a fogalmat, de mindegy, majd utána kijavított Péter. Így néz ki körülbelül teljes virágzásában a rotari sétány.
gyorsan végigkattogtatom, amiről eddig beszéltem, azt itt most meg tudom mutatni a gyakorlatban. Itt a talajlazítása, a komposzt beforgatása, a különböző, tehát hogy vannak már nagyon modern anyagok. A komposzt mellett előszeretettel használom az alginitet, mint egy nemzeti kincsünket, egy alga üledék, gyakorlatilag vulkáni hamu és algának a keveréke, és a japánok viszik egyébként vagon számra ki az országból, holott azért volna mit javítanunk vele, tehát itt a Kárpát-medencébe alakul ki az alginit. Ha csak lehet, akkor keverek bele, itt is történt ilyen. Gomba micéliumok, gomba ökoszisztémákat szaporítanak föl, és itt ebben a projektben még nem kevertünk gomba micéliumot, de a következőkben már igen. Van egy ilyen szükséges rossz anyag, ez ugye megoszlik a vélemény, itt letakarjuk az egészet egy agroszövettel, ez egy vízáteresztő szintetikus anyag. Erre nem vagyunk nagyon büszkék, de azért csináljuk, mert ezek jellemzően olyan városi területek, ahol az volna a cél, hogy minél hamarabb befoglaljuk az ökológiai fülkét, és utána ne nagyon kelljen sok beavatkozás, és addig segít nekünk az agroszövet, ameddig a növény el nem éri a teljes habitusát, és össze nem ér, takarja a talajt. Nyilván ezt az agroszövetet leszoktuk takarni valamilyen szerves anyaggal, jellemzően faaprítékkal, tehát szerves és szervetlen mulcsokat használunk. Ezek a lánykori nevükön faapríték meg fenyőkéreg, ez a szerves, a szervetlen meg a kavics, különböző kőzúzalékok keverékei. Nagyon fontos megjegyezni az, hogy tehát ezek a, itt már fogom mutatni, ez akkora méret, amekkora most itt az installációban szerepelnek a növényválasztékunkban. Ez két, másfél-kettő literes konténer, ezt úgy is hívhatjuk, hogy szaporítóanyag, tehát ezeket az évelő növényeket így árulják, évelő termesztőktől. Vannak egyéb eljárások is, tőosztással is lehet ezeket szaporítani, ennek megfelelő infrastruktúrát kell kidolgozni. Ilyenről én egyről tudok, a Főkert működött egész jól így Budapesten, hogy volt komposzttelepe, évelőtelepe, egynyári telepe, volt fönntartó kapacitása, meg építő kapacitása is. Most ezt úgy kezdik egy kicsit szétszedegetni, meg aztán megpróbálják majd megint újra összerakni, tehát kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz belőle. Tehát elhelyezzük a növényeket random, és utána letakarjuk az anyagot. A helyi bontott építőanyagok, meg a helyi szerves anyagok körforgására nagyon figyeltünk a Green City alapelveknek megfelelően. Az a ilyen kis kockakőszerű anyag, van egy tramtrénünk, ami Vásárhelytől elmegy Szegedig, egy ilyen városközponttól városközpontig tartó villamosvasút, és annak a bontása során az egyik területről kikerült, ez egyébként egy valószínű helyi anyag lehet, egy magas hőmérsékleten kiégedett agyag, és jellemzően nem valami városi döntéshozó magánkertjébe került, hanem visszaforgattuk a közterületre, és nagyon szép burkolatokat építettünk belőle, egy kis fantáziával, ilyen kis mindenféle formákat raktunk ki belőle. A zöldjavak visszaforgatása, tehát helyi komposzt, helyi apríték, és föltártuk információs táblákkal a területet, mert hogy elfelejtettük mondani a városi zöldfeletek egyik legfontosabb funkcióját, az edukációt, hogy itt az lett egy melléktermék ennek a városi parknak, hogy a bölcsödétől van egy ilyen klímanócskák csoport, egy ilyen nagyon híres óvodapedagógus, a Vásárhely szülötte a hölgy, és nagyon, azt hiszem, ilyen zöld Nobel-díjat kapott, vagy valamilyen nagyon komoly elismerést, és az ő csoportja is kiszokott ide járni, illetve a gimnazisták oda járnak rajzolni. Van egy agrár középiskolánk onnan, és meg az agrár egyetem is működik a városban, onnan meg több szakdolgozó is van, aki ebből a parkból írja a szakdolgozatát, tehát hogy azt gondolom, hogy abszolút működik az edukáció. Azon az információs táblán, ott, ami az előbb volt, ez egy helyi néni, mert egy középkorú hölgyről van szó, de hogy pedagógus, és azt mondta, hogy nem nagyon van pénze elmenni nyaralni. Tessék? Jó. Oké, tehát hogy lejár fotózni, ilyen pillangós, meg egyéb kluboknak a tagja, és neki az a nyaralás, hogy egész nap a nappali lepkékre vadászik. Tehát gyönyörűen monitorozza a területet, kilobbiszom, hogy,
hogy még nem valósult meg, ezért egy kicsit szégyellem is magam, de már elvi szinten megvan, hogy fogunk neki tudni juttatni objektívot, makró lencsét, amivel a kisebb rovarokat, Bence, rád nézek, hogy a bólogatsz, az, ami a közeli felvételeket tudja csinálni, tehát hogy egy kicsit segítjük a munkáját, mert hogy nagyon hasznos tevékenységet végez a számunkra, hiszen ezeket az élő lényeket sose látnánk, hogyha ő nem fotózná ilyen lelkesen. A városi természetvédelem infrastruktúrája, ezek különböző darázsgarázsok, amiket nem szabad darázsgarázsnak hívni, hanem úgy kell őket hívni, hogy zöld, vagy nem, hanem hogy rovarhotel. Ugyanis ennyire elszakadt az ember a környezetétől, hogyha én azt mondom egy óvónőnek, hogy ez egy darázsgarázs, akkor az összes szőr föláll a hátán, mert akkor már viszi is el a gyerekeket, mert itt óriási veszélyben vannak, viszont ha rovarhotelnek hívom, akkor el van simulva. Az egy, Bence tegnap beszélt róla, hogy műfecske fészek telep. Én nem tudok ilyen sikerről beszámolni, de lehet, hogy csak türelmetlen vagyok, még nem foglalták be a jelentős számba él a városban még egy molnárfecske populáció, de valahogy nem találtak rá, de szerintem fogunk konzultálni róla, hogy nagyon hiányzik a parkban egyébként egy ilyen kis vizes ökotop, tehát az még benne van a terveim között, de úgy lesz megvalósítva, hogy én megvalósítom, mert egyébként olyan nagy támogatást még nem kaptam a város részéről ebbe, vállalkozók segítették az előbb említett Rotary klub segített anyagilag a megvalósítást, majd megpróbálok még egy kicsit tarhálni, hogy legyen egy vizes élőhely is, mert több mint valószínű ez elősegíteni tehát egy sarazó gödör, tehát hogy a víz megjelenjen a területen, ne csak talajban kötött formában. Ez egy egész nagy darázsgarázs, tetőkert a teteje egyébként. Nagyon jó felvételeink vannak arról, hogy tavasszal óriási aktivitás van benne, mindenféle fürkész darazsak tapaszgatják be a lyukakat, fogy az időm. Eredmény, ez egy őszi aspektus, ilyen kis makrofotók, az egy kacsafarkú szender. Nagyon sokféle poszméhünk van, ki szeretnénk rakni egy poszméhatározót. Ez egy szamárkenyér, ez a bunkós hagyma, ez egy hihetetlen növény, az összes ilyen törös darás fa imádja a virágzatát. Ott látszik is, hogy éppen porozgatja az egyik. Ez egy budapesti projekt, Ady Endre út, itt szervetlen mulcsot használtunk, kavicsot, ez egy nagyon szép ilyen okkersárga, vagy nem is okkersárga, hanem mogyoróbarna kavics, ilyen különböző tónusokkal, nagyon meg vannak vele elégedve az ottania. Szintén azt hiszem ez a Bud Spencer Park a harmadik kerületben, ott is sok ilyen jellegű munkánk van. Néhány hangulatkép még a növényekről. Pünköstfürdő, ez egy 7 hektáros ilyen ökológikus beruházás, amiben úgy vettünk részt, hogy mi csináltuk a biodiverz magvetést, egy ilyen azt hiszem közel, vagy inkább több mint 2 hektáros vetést. Itt a propagulum, vagy a szaporító anyag, ez nem ilyen cserepes növény volt, hanem hazai évelő fajoknak a magkeverékei. Egy botanikus kollega szaporította fel ezeket a keverékeket, és forgalmazza is őket. Esetleg, ha valakit érdekel, akkor tudok benne segíteni, hogy összetalálkozzanak vele. És teljesen jó sikerült a magvetés, tehát, hogy 2022 extrém aszályos tavaszán vetettük a növényeket. Azt mondjuk el kell mondani, hogy volt olyan növény, aki 2 évet lapított a talajban, még úgy gondolta, hogy előjön, de előjöttek, és nagyon meg vannak elégedve vele az ott élő emberek, tehát egy nagy népszerűségnek örvend a park. Magánkertek, esőkertek, ez egy vásárhelyi kis utcarészlet, szintén itt a napokban készült a kép. Tehát tudunk élővilágot visszacsempészni még ilyen körülmények között is a városokba. És szerintem ezek már csak ilyen hangulatképek. Ez egy félig elkészült esőkert, szintén az előbb emlegetett nagy eső után. Megcsináltuk, tehát teret és időt hagytunk a víznek, hogy beszivárogjon. Ez egy jó nagy ház, de cserébe jó nagy kert is tartozik hozzá. És azt mondta a tulajdonos, hogy ő azt szeretné, hogy, illetve lehet, hogy én beszéltem rá, hogy ezt szeresse, hogy a helybe keletkező vizeket helybe tartsa,
családi ház szintjén, tehát nem engedik ki. Azért is engedik ki az utcára, a csatornába, mert nincs. Tehát, hogy úgy sikerült a város fejlesztőknek kiosztani a telkeket, hogy véletlen vízelvezető infrastruktúrát. De lehet, hogy már itt Péternek a dolgait tudták, és azért nem is terveztek már oda csatornát. Ez egy már beállt esőkertünk, tehát ez egy, a baloldali kép, az egy éppen elkészülő. A nagy eső semmilyen gondot nem okozott, mert pont annyi jött le, nem számoltam ki, ez a véletlen műve volt, pont annyi jött le, amennyi megtöltött a medret. Vízzel ez egy beállt esőkert, ugyanúgy megjelent benne a víz, néhány órával később már megint száraz, üres volt a meder, akkor se csúnya, tehát úgy szoktuk hívni, hogy száraz patakmeder, amikor meg víz van, akkor vízes patakmeder. Itt talán látszik a lejtés, hogy egész komoly lejtés van. Köszönöm szépen itt a diavetítés, és akkor nagyon szeretném, hogyha érdeklődnek, akkor itt a kinti dolgokat is megmutatnám a gyakorlatban. Oda kell szerinted mikrofon, vagy ott már majd élő szóval. Köszönöm szépen figyelmet. Szerintem, hogyha van kérdés, akkor azt még itt megválaszolnám, ott a hölgynek van hátul. Odaadjam? Érdeklődni szeretnék, hogy a szakmai pályafutásod alatt találkoztál-e már királydínje növénnyel? Igen. Van egy terület Sándor falván, amin küzdünk, mint lakosok és szülők, mert egy játszótér van gyakorlatilag ezzel a növényelben fertőzve. Idézőjelben mondanám ezt a fertőzöttséget, mert tudjuk, hogy gyógynövény, de mégsem tudjuk a gyerekeket erre a területre ráengedni, mert elég komoly sérülést tudnak szerezni. Van-e rá lehetőség esetleg, hogy ha előadáson kívül is, de erről beszéljünk, hogy mit tudunk mi tenni szülők, vagy egyáltalán az önkormányzata szeretnénk, vagy föl van véve a kapcsolat, de ott jelenleg annyi történt, hogy két héttel ezelőtt letárcsázták a területet, gyakorlatilag biztosítva a jövő évi díjnak. Köszönöm szépen, ennyi lenne a kérdés. Mit tudunk tenni a növény ellen? Nem tudom, mennyire érdekel mindenkit a királydínyek kérdés, szívesen nyilván van rám megoldás. Ugyanaz van, tehát el kell venni elől az ökológiai fülkét, tehát ő egy Attila, milyen stratégiás gyomnövény ez? Té? Vagy tehát van egy ilyen stratégiája a gyomnövényeknek, hogy ők hogy élik túl a következő szaporodási periódust. Ezt kell gyakorlatilag megváltoztatni. Az igazi probléma az, hogy általában a gyerekeket nem akarjuk beengedni egy dzsungelt. Tudok egy ilyen dzsungelt csinálni, csak akkor jeladót kell szerelni a gyerekekre, hogy megtaláljuk őket. De, tehát, hogyha gyepet is akarunk, akkor az úgy nehezebb tészta, de hogyha azért nehezebb, mert nincs víz a pázsit föntartásához. Tehát, hogy a vadvirágos rét se jó a gyereknek, mert annyira el vagyunk szakadva a természeti környezettől, hogy én például úgy nőttem föl kisgyerekkoromtól kezdve, hogy körülbelül ekkora ilyen biodiverz gyebbe bogaráztam egész gyerekkoromban, és soha semmit, életemben egy kullancs volt bennem, az is egy ilyen fűzfáról esett belém, teljesen biztos. Úgyhogy nincs összefüggés a kullancs populáció meg a fűnek a mérete között, de erről igen nehéz meggyőzni a kedves szülőket, tehát hogy abszolút, hogy az szúnyogos, az kullancsbánya, az allergén növények tömkelege, pedig nem, mert a legallergénebb növények a nitrofil gyomok, a jó nagy pollenjükkel, a parlagfű, a libatopfélék, meg az ürömfajok, azok mind ugyanolyan stratégiás gyomnövények, ezeket pontosan ki tudjuk ütni egy vadvirágos gyeppel az egész területről, és barátságos növényeket tudunk telepíteni. Ez az edukáció része, hogy ilyen parkokba szépen el tudjuk magyarázni, hogy a darazsaknak az öm, tehát ezek a sárga-fekete csíkos darazsak nem mennek bele a mi darázsgarázsunkba, a fürkész darazsak mennek be, az meg csak a nevébe darázs, mert egyébként jellemzően észesen nagyon veszik az emberek, hogy a közelükben van. Viszont hálás feladatokat látnak el, mert beporozgatják a növényeket. Van-e még kérdés? Akkor mindenkit invitálnék, ott is lehet kérdezni már kötetlenebbül. A királydínje témáról még tudunk beszélgetni. Szintén közös munka a Kittivel, illetve még kiemelném a kislányomat, aki most végzett grafikusként, és az infografika, meg ezek a cuccok, ezek már az ő munkái, úgyhogy megpróbálom bevonni majd ezt együtt láttuk Amsterdamban a Virágvilág kiállításon, és
és most megvalósítottuk. Tehát, hogy ez egy ilyen kis hangulatkép a beporzók, illetve a különböző rovarokról készült képek, meg egy ilyen kis háttérsarok. Itt vannak a kedvenc növényeink. Ezek úgynevezett xerofilivek. Fölhívnám a figyelmet az élővilágra, hogy itt még nincs elültetve a növény, de hogy milyen szinten vonza ide a különböző apró rovarokat. Ez mondjuk pont egy méh, hogyha jól látom, Tamás, ugye? Ez egy házi méh. De egyébként szerintem vagy 10 fajt biztos meg lehet figyelni. Ez egy Allium tatarikum, tatárhagyma, vagy metélő fokhagymának is szoktuk hívni. Az egyik kedvenc növényem, most a Hollandiából vadászuk, szinte az egész szezon be tudjuk ilyen hagymás növényekkel lakni, aminek egy jó része ehető is egyébként. Az egyik a snidling, ami majdnem pont így néz ki, csak rózsaszín a virágzata, és májusban virágzik. Ez meg ilyenkor szeret virágozni, egész hosszan. Ott elől lesz az Allium Millenaum, ja nem, itt van, bocsánat. Ez egy világbajnok növény, tehát hogy haragoszöld a levele ilyen asszályba is, meg nagyon dekoratív a virágzata. Ott a képeken volt a bunkós hagyma, meg a bíbor fekete hagyma, ezek mind őshonos növényeink, egyébként nagyon szeretik a beporzók. És azt vettem észre, hogy szinte az egész szezont ilyen hagymásokkal, ami nagyon jó színesíti a növényeket. Xerofil évelőknek hívjuk ezeket a növényeket, az azt jelenti, hogy ilyen extrém körülményeket bíró, tűrő növények. Azt is szoktam róluk mondani, hogy botanikailag szárazságtűrőek, tehát bazén nagy gyökérzetük van, mirigyesek, teli vannak illóolajokkal, az illóolajokkal védekeznek a tűző nap káros hatása ellen. Ezek most itt be vannak téve az árnyékba, de ugyanolyan jó bírják a napot is. Ha vége az előadásnak, akkor azért be fogom őket locsolni. Nagyon, itt a macska menta, ez egy elpusztíthatatlan növény, nagyon jól boldogul a körforgalmakban, a legszárazabb szárazágyásokban is, és imádják a rovarok, tehát az összes poszmi ezen vadászgat. Ez a sudárzsája, ez a ligeti zsája, ez a eupatórium vagy sétkender, ezek rudbeckia fajok, őszi rózsák, az utolsó diákon képeken ezek voltak bevirágozva, ezek ilyen jellemzően ősszel virágoznak a beporzók nagy örömére. Tehát méhészek is vannak itt a hallgatók között, és el tudják mondani, hogy a nagyüzemi gazdálkodásnak vannak olyan szakaszai, amikor gyakorlatilag a méhek képesek éhen halni a vidéken, mert a mesdjéket lekaszálják, meg kiszáradnak, a vegetálva, illetve a haszonnövényeket már betakarít, a tarlóvirág a gyomírtás hatására nem jön ki, pedig az egy nagy táplálékbázisa volt a méheknek, pont akkor virágzott, amikor a legnagyobb szükség volt rá. És ezekkel a biodiverz ágyásokkal, itt említettem, hogy van ez a gazda, aki most megbízott bennünket, hogy csináljunk már mezővédő erdősávot, mert hogy megpróbálták, de nem nagyon sikerült eddig. Mert nem úgy van, mint régen volt, hogy így elpöccintünk, vagy az őrségben még talán most is az van, hogy eldobnak egy famagot, és akkor abból egy év múlva, vagy kettő múlva már egy nagy fa nő ki, hanem nálunk egyszerűen természetes szaporodása, már magról nem igen jönnek elő a fászáru növényzet, csak akkor, ha valamilyen trükköt elkövetünk, tehát egy kis domborzatot csinálunk neki, egy kis mikroklímát, és van olyan cég, hogy famag.hu, tehát hogy egy nagyon extrém elképzelésem, hogy városfásítást is úgy lehet elkövetni. Most is úgy csináljuk egyébként, hogy az ilyen kis fákat telepítünk, tehát nem nagykoros fákat, mert minél nagyobb törzskörmélete van egy fának, annál inkább nagy stressz neki az átültetés, hanem ennél komolyabb szaporítóanyagot nem használunk. Itt egyébként van egy ilyen kis talajos installációnk is, ez az infografika, ez azt próbálja, amiről beszéltem, hogy a többféle lombkoronaszint, gyepszint, gombák szintje, meg évelők szintje lelassítja a víznek az energiáit, és beszivárogtatja a talajba, és az van ott stilizálva gyakorlatilag ebbe a talajszelvénybe, és ez egy mezőgazdaságban használt eszköznek a stilizált más, ezt az utolsó napon sikerült összehozni, nagyon büszke vagyok rá. Azt a penetrométernek hívják, és az van még itt egy kilométer óra, amit ugye most én nem raktam rá, csak és minél jobban le tudjuk ezt szúrni a talajba, az azt jelenti, hogy annál televényesebb a szerkezet, tehát vannak ilyen regeneratív mezőgazdasági területek, az USA-val egy méter mélyen úgy szalad le ez a penetrométer, hogy nem ütközik ellenállásba, és ameddig ez lemegy,
addig lemennek könnyen a növényzet gyökerei is, és nem nehéz elképzelni, hogyha egy méter szelvényből táplálkozik egy növény, akkor sokkal kevésbé van kitéve az asszály káros hatásainak, mint ha csak a talaj főső 20 centiéből. Tehát meg lehet kísérelni egyébként, hogy itt próbáljuk leszúrni. Azt szoktam mondani Kökény Attila, hogy ameddig ez lemegy, addig megy le a gyepnek a gyökérzete is. Tehát hogy nem véletlen van ilyen kiszáradt állapotban a ópusztaszeri emlékpart, hiszen a tömörödött szerkezet nélküli, élet nélküli talaj az képtelen ellátni a növényeket tápanyaggal. Van egy kis vizes installációnk, itt a jellemzően honos növények, hogyha tudunk vizet tenni a tájba, akkor nagyon szépen be lehet gyűjteni az odavaló növényeket, kolokán, tavirózsafajok, az ott a virágzó, az a virágkák, a gyékényfajok, az ami úszik, az az egyetlen hazai vízipáfrányfajunk, a ruccaöröm, ez a vízi lófarok nevű növény ott a Dézsába, nyílfüvek, az a vízi hídőr, az egy kicsit megviselte itt az UV a levelét, de majd otthon ezek mind előfordulnak a hazai flórába, talán az egyik zsúrlófaj, az egy trópusi, meg ott van egy színfitum, az mi is, Attila, az a nadájtő, fekete nadájtő, az még ráadásul gyógynövény, és ott a legelső, lent ott az alján, ilyen nagyon smiglis levelei vannak, úgyhogy ilyen jópofa dolgokat lehet megvalósítani, hogyha van vízünk a közelünkbe. Ez egy pont adírja növény, ez pont mondjuk nem, ez egy eddig fagyérzékeny volt, ez egy trópusi növény, de egész jól áttelel. Nagy hír volt, hogy a Mártéi tanösvény területén, aminek a pallósorát annak idején én terveztem, találtak lótuszt. Tehát, hogy valaki ott szétszórhatta a magot, és indiai lótusz kelt ki gyakorlatilag a Mártéi Holták területén. A Nemzeti Park szakemberei azonnal beavatkoztak és gyökerestől írtották ki, de szerintem nem oldották meg a problémát, mert ilyen nagy rizómás növény, és tudja, hogy jövő tavasszal újra elő fog jönni. Van itt komposztunk, alginitünk, ezeket meg lehet tapogatni, granulátjuk, trágya, gomba, szuszpenzió, minden ilyen dolognak, ha valakit érdekel, akkor az elérhetőségét, illetve a beszerzési forrását meg tudjuk adni Kittivel az előadás után is. Nem tudom, hogy esetleg van-e kérdés, még ott a háttérben is vannak növények, szívesen, ha van kérdés, melyik milyen növény, akkor ezeket mind megválaszolom. Ez a fehér üröm, ebből van az abszint egyébként, vagy ennek a rokonából. Még nem próbáltam, illetve amit próbáltam, abban nem volt hatóanyag. Ez már cserje, ez a kék szakál nevű növény, de minden olyan tulajdonsága megvan, amiről beszéltem. Mirigyes, magas illóolajtartalmú, rendkívül jó szárazságtűrő, keskeny levelű. Miért keskeny levelük a növények? Azért, mert annyira kicsi felületet mutatnak a napsugárzásnak, tehát ők ezzel védekeznek. Minden olyan növény, ami jó szárazságtűrő, például a pannonkőr is, ami a Dél-Alföldnek egy ilyen endémikus fafaja, keskeny levelű, tehát angustifólia, Fraxinus angustifólia pannonika, subspecies pannonika, tehát ez egy déla, tehát hogy milyen növényeket érdemes telepíteni, mezei juhar, mondjuk szembe a hegyi juharral, aminek ekkora levelei vannak, a mezei juharnak csak ekkora levelei vannak, egyébként azt hiszem itt van, vagy nem ez tatárjuhar, bocsánat, de szintén egy nagyon jó alföldi növény, tatárjuhar, gyönyörű az őszi lombszíneződése, apró levelei vannak, hihetetlenül jól bírja az asszály és kitett körülményeket. Ja igen, ez egy körtefaj. Én ennél nagyobbakat nem ültetnék városi szinten, se ennél nagyobb törzskörméretű fákat. Az a tapasztalatunk, hogy az erdészeti csemeték szinte utolérik, azonnal elindul a növekedése, és utoléri a korosan ültetett fákat, és később sokkal vitálisabb, meg életképesebb a kiültetésekben. Na most így ki is fulladtam egy kicsit, úgyhogy kérnék kérdéseket. Ez az erdészeti szaporítóanyag, ez a magonc gyakorlatilag, ezt azért hívják így, mert ugye van olyan, hogy mit tudom, 150-200 forint. És nem tudom, volt kérdés, ja, éjszaka tudom, már egy félfüllel kialakult egy beszélgetés, és Szubotáék, ahogy mi az a Miyawaki erdő, ez egy japán erdész,
és azt csinálja, hogy megversenyezteti ezeket a növényeket, tehát egy négyzetméterre akár 5-6 kis növényt is beültet, és akkor ezek elkezdenek menni a fény után, és ilyen erdészeti, vagy erdei körülményeket biztosít a növényeknek, és pillanatok alatt ilyen nagyon jó kis erdei társulásokat tud. Az Egér úton egy ilyen nagyon kitett extrém helyen van Budapesten, és 3 is van egymás után, és tök jól működik. Tehát, hogy igen, tehát ilyeneket használunk, csak nem kötöttem. Az erdészeti szaporítóanyag az azt jelenti, hogy van neki gyökere, meg van neki egy kicsi lombja, de még nincsen vázágai, nem nevelik meg ilyen ki. Az iskolázás, minden iskolázás során az azt jelenti, hogy alászúrnak, arrébb ültetik, ezzel gyökértömeget veszít, ezzel bekorlátozódik a gyökere. Még egyszer mondom, a legéletképesebb az 1000 éves gyümölcsészetünknek az alapja az az, hogy nem fákat telepített a korabeli gyümölcsész, hanem mászkált az erdőbe, és megkereste azokat a fafajokat, vadalma, vadkörte, vadcseresznye, sajmegy, nagyon jó galagonya például, tök jó alanya a körteféléknek, és volt nála egy szemzőkés, jellemző, itt sokat beszéltünk a paradigma váltásról, tehát ő nem akarta megváltani a világot, mert nem nagyon voltak hozzá eszközei, volt egy marék szem a zsebében, meg volt egy szemzőkése, belerakta a szemet az adott fafa, aminek főgyökere volt, tehát a főgyökér megtalálta a vizet, és így alakultak ki 3-400 éves gyümölcsültetvényeink a Kárpát-medencébe. Ugye sok gyümölcsész van, a zajapetiék, a visnye szép lakom, meg talán lesz előadónk is. Ki lesz az előadó? Kovács? Kovács Gyula, tehát nagyon sokat fog erről beszélni. A biodiverzitás jegyében kérdés, mennyi körtefajta volt a Kárpát-medencében mondjuk. Hát sok az, igen, de mennyire sok? Számot? 2700. Tehát minden tájegységnek volt 10-15 saját tájfajtája. És ezek, ami működött a bakonyi bőrealma, tök jól működött a bakonyba, itt meg a kíferkörte működött jól. Tehát volt egy kollega a Nemzeti Parknál, azóta már nem ott dolgozik, a Kiskonságinál, összegyűjtötte Vásárhely környékének tájfajtáit. Tehát nagyon sok. Volt olyan nagy körülben olyan áruda, a 30-as években nagyon szeretném megtalálni azt a katalógust, állítólag megvan, hogy 3000 fajta gyümölcsoltványt forgalmaztak abban az árudán. Tehát mit veszítettünk el? Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy és ugye kicsit ilyen technológiaibb szemléletű kolléga azt mondja, hogy nem lehet. Tehát amit Péter mondott, hogy műtrágya nélkül nem lehet növény, tehát hogy nem tudja fölvenni a növény. Tehát akkor ez a 2700 féle körte, ez hogy maradt meg a Kárpát-medencében? Milyen szakemberek lehettek azok, akik 2700 félét tudtak szelektálni? Egyébként nagy részt megvannak ezek a növények a Linné Múzeumban, Angliában, mert ott fontos volt, hogy összegyűjtsék ezeket a fajtákat. Time manager, Törő Krisztina, köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy ilyen sokan voltak.